Felépült, kulcsra kész állapotban várja az agyvaszántói bölcsöde az engedélyezési eljárások végét. Az épület műszaki átvétele megtörtént, a katasztrófavédelem meglátásainak eleget tesznek. Az eredetileg elképzelt 2024. januári időponthoz képest egy kis csúszással szeretnék, ha az agyvaszántói csemeték mielőbb birtokba tudnák venni. Január 1-ét tűztük ki célul, de én úgy érzem, hogy az nem biztos, hogy teljesülni fog. Tehát itt egy-két hónapos csúszást el tudok képzelni emiatt, de minden eljárást szeretnék végigjárni becsülettel, mert a gyerekeink érdekében fontos, hogy minden olyan dolog, amit találnak a hatóságok, hogy változtatni kell rajta, azt meg szeretném csinálni. Tehát a bölcsödét azt olyan állapotba szeretném elindítani, hogy tényleg minden 100%-ban rendben legyen. Én úgy gondolom, hogy nagyon közel állunk ehhez, de azért egy-két olyan dolgot találtam még a bölcsödében, amit ki kell javítani, vagy változtatni kell. Minden egyes ilyen dolog a gyerekeink érdekében történik. A bölcsödére van igény a településen, már most túl jelentkezésük van. A fejlesztéssel a helyi családokat tudják majd támogatni a munkába való visszatérésben. Továbbá a községben egy közös projekt keretében az önkormányzati hivatal és a könyvtár épületének energetikai korszerűsítése következik egy TOP pluszos pályázat nyomán. Még ezt régebben mondtam, hogy minden energiánkat az energia megtakarításra fordítjuk, a mai világban ez még fontosabb, mint az eddigiekben, de ez egy nagyon jó célkitűzés volt, ez már több mint 10 évvel ezelőtt, akkor így döntött a képviselőtestület, és ezen folyamatosan ezen dolgozunk, hogy minél hatékonyabbak legyenek az intézményeink. Ha az önkormányzat és a könyvtár épületébe is végre tudjuk hajtani ezt az energetikai felújítást, akkor sokkal gazdaságosabb lesz a településeink, és egyre kevesebb intézményünk marad már, ahol még ezt végre szeretnénk hajtani. Már a kiviteli terveknél járnak, alaposan átnézve azt, apróbb módosításokat eszközölnek, szem előtt tartva, hogy minél hatékonyabb fűtési rendszert alakítsanak ki. A régi nyílászárókat is cserélni fogják, ügyelve arra, hogy az ablakok az épület stílusához illeszkedjenek. Ami még nagyon fontos az energetikában, hogy napelemet teszünk fel minden intézményünkre, és készülve itt a további energetikai módosításokra, szeretnénk kicserélni elektromos autóra az ételszállító autónkat, mert ezzel is közel 1,5-2 millió forintot tudunk spórolni évente, így, hogy lesznek napelemeink, azzal szeretnénk tölteni. Természetes, hogy már a pályázatba beépítettünk autótöltőket, hogy gondolva itt is a jövőre, tehát minden egyes munkánk, talán a saját egyik legfontosabb célomnak is tekintem az energia megtakarítást, és minden egyes tevékenységem erre irányul. A közvilágításnál is próbálkoznak napelemes rendszert kialakítani a sportpálya és sok más egyéb helyen. Az energia megtakarítás mellett nagy hangsúlyt fektetnek az egészség megőrzésre, amelyről legközelebb beszámolunk.